Megállíthatatlan lendülettel folynak a testnevelő foglalkozások belvárosban több helyszínen is a szépkorúak számára, a belvárosi önkormányzat támogatásával. A Fitness Katával elnevezésű sorozat a közelmúltban a 7. születésnapját ünnepelte a Cukor utcai belvárosi polgári szalonban. A születésnapi ünnepséget is stílszerűen tornával kezdték a szépkorúak. 7. éve indult útjára a Fitness Katával elnevezésű sorozat abból a célból, hogy a tagok egészségüket megőrizzék és jól érezzék magukat. Testileg, lelkileg is, mert hogy a foglalkozásoknak közösségteremtő ereje is van. Az egyik törzshelyen, a Cukor utcai polgári szalonban megrendezett születésnapi összejövetelen természetesen a torta sem maradhatott el. Belváros, Lipótváros önkormányzat és polgármester úr nevében szeretnék az csoport összes tagjának boldog születésnapot kívánni, azt hiszem nyugodtan lehet így fogalmazni, és azt kívánom, hogy ez a klub, ez a csoport még legalább a 7. évig működjön ebben a formában, és öröm magukra nézni, öröm látni, hogy milyen jól érzik magukat. A mozgás nagyon fontos, sok endorfin termel, és rengeteg élményt okoz önöknek, úgyhogy még egyszer boldog születésnapot kívánok önöknek. Az önkormányzat nevében Balogh Madár Emese alpolgármester és Kungazda Péter önkormányzati képviselő köszöntötte a születésnaposokat, a torna vezetőjét, illetve a házigazdákat, Kovács Katát és Kovács Lászlót, valamint a tagokat. Az Egyesület a belvárosi nyugdíjasokért is tortával kedveskedett. A Fitness torna Katával 7. születésnapját ünnepeljük. Ez egy szerdánként megrendezésre kerülő torna. Minden szerdán itt összegyűlnek a kerületi nyugdíjasok, illetve aktív idős emberek, akik Katával, Kata vezetésével tornáznak, fitten tartják magukat, és a torna után lehetőségük van egy filmet megnézni közösen filmklub keretein belül. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis közösség, mondom, hetenként kerül megrendezésre, és tényleg gondoskodnak a Katáik arról, hogy itt a kerületi nyugdíjasok fiatalon és fitten legyenek tartva. Az önkormányzat elősegíti, hogy meglegyen maga a hely, illetve az anyagi lehetőséget előteremti, hogy ne kelljen az itt résztvevőknek ezért külön részvételi díjat fizetni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mind a mellett ugye, hogy milyen sok rétű támogatást kapnak itt a kerületben a nyugdíjasok, gondolok itt ugye a fűtés támogatásra, a tüdőgyulladás elleni oltásra, hogy erre is odafigyelünk, hogy tényleg a sportos, illetve az egészséges életet is bevigyük az idős embereknek a mindennapjaiba. Ellátogatott a szülinapi ünnepségre Böröc László országgyűlési képviselő, belváros egykori önkormányzati képviselője, alpolgármestere is. Még emlékszik a Fitness Katával foglalkozás sorozat 2012-es indulására. Én 2010-től 18-ig voltam itt képviselő, illetve később alpolgármester, és hát nyilván a szívemhez nőtt ez az egész hely. Azt hiszem, hogy Lacék rendkívül jó munkát végeztek itt el, hiszen minden olyan munka, ami a közösségért zajlik, ami a közösséget, amit embereket közösségbe tud szervezni, ráadásul láthatóan jól is érzik magukat együtt, tehát ez egy mindenképpen fontos szempont, hogyha a közösséget csinál az ember, hogy lehetőleg olyan közösséget próbáljon, ahol az emberek valami produktumot tudnak előállítani, jól is érzik magukat. És hát nyilván az időseknek nem csak az egymás társasága okoz felüdülést, hanem az is, hogy fizikailag is nyilván erősödnek azáltal, hogy táncolnak, mozognak, és ez az egészségükre is jó hatással van. Úgyhogy szerintem egy nagyon fontos dolog ez a tánccsoport, amit az elmúlt 7 évben működött, és én azt kívánom Lacéknak, a szervezőknek, hogy még legalább ennyi ideig, de ameddig bírják, mindenképpen perdítsék táncra a nyugdíjasokat itt a belvárosban. Ez egy külön öröm, hogy itt a belvárosban egy páros jó voltából, ha lehet így fogalmazni, létrejött ez a kis klub, és mozgási lehetőséget biztosít a kerületi szépkorúaknak.
Az időskorúak számára számos pozitív tulajdonság van annak, hogy mozognak. Egyfelől gyorsítja az anyagcseréjüket, és endorfinokat is termel, ami boldogsághormonként ismer, úgyhogy ezért is nagyon fontos, illetve a betegségek megelőzésében és kezelésében is fontos szerepet tud játszani. Még tart a buli, és még tartani fog szerintem egy jó darabig. Nagyon jól sikerült. Mindenki kifáradt a tornába, és most esznek, isznak. Eleinte, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor voltak 6-an, 7-en, az is ráadásul a szűk baráti kör. És azt meg, hogy ebből, hogy legyen valami, nem tartják valószínűnek. És nézd meg az eredményt, 7 év után nem férnek be a terembe. Annyira kicsi ez a hely most már, hogy nem csak itt van torna, hanem még a kerületnek több számos pontján is tartunk tornákat, mert az igény akkora rá, és ebben az, ami nagyon nagy szó, hogy nem azért jönnek, hogy itt kapjanak valamit, akár kulturális, akár gyakorlati vonatkozásban, hanem a saját maguk egészségéért tesznek. Pénteken vagyunk a Vadász utcában, a nyugdíjas házba, 10:30-kor. Hétfőn vagyunk a... nem Falkmiska, hanem Balassi Bálint utcába, reggel 9-kor. És vagyunk még a Belgrád Rakparti Nyugdíjas Klubban is. Akik ott klubtagok, azokat szeretettel várjuk, ma is jelentős létszámban vannak is itt. Tehát nagyon sok olyan tornásznőm van, aki hetente 3-szor jön tornászni. Tehát nem cselekszik meg azzal, hogy szerdánként idejön, hanem hétfőn jön a Balassiba, pénteken jön a Vadász utcaiba, és szerdán itt van. És még a Szalai utcában van egy tornaterem, önkormányzat tulajdonában, ahol szerdánként és péntekenként tart egy külön, egészen más stílusú tornát. Az ott fekszünk. Fizikai erősítő torna gyakorlatilag, és az ottani társaság kimondottan azt igényli, hogy fekve, erősítő, kondicionál a tornát egy órában. Nem? És oda kik mehetnek? 70 pluszosok. Mindenki, aki mehetne. Ingyenes szintén. 70 pluszosok vannak. Most 4 éve, hogy beköltöztem a vadászba, én nekem gyorsan sikerült, rögtön a nyugdíj után, olyan szerencsém volt, és 2 év után kezdtem el, akkor kezdtem úgy beleilleszkedni, tehát úgy, és akkor mondták, hogy nem akarsz tornára? Mondom, de akarok, és ugye 3 torna van, van egy ilyen torna, olyan torna, hát az nem, de ez fitness torna, és ez nekem oké. Ugye van egy kutyám, nem titok, ő a szuper kutya, és engem kondiba tart, de ez így rádolgozok, és ez nagyon jó. Nagyon jól érzem magam itten, 3 éve nyugdíjas vagyok, és azóta járok ide tornászni. Nagyon jó a mozgás, utána egész másképp érzi magát az ember. És a közösség? Hogy? A közösség. A közösség is persze, nagyon jó, nagyon jó. És nem gondolt arra, hogy férfi társait még ide csalogassa, hogy az arányok meg legyenek? Hát gondoltam, de egyelőre még nem sikerült. 7 éve járok ide a Katályékhoz tornázni. Nagyon intenzíven járok, minden alkalomra megyek. Nagyon szuper, nagyon jó. Jó. És hányszor jár egy héten? Hát jelen pillanatban 3-szor. Ó, 3 helyszínre? 3 helyszínre. Járok a Cukor utcába, a Vadász utcába és a Balassi Bálint utcába. És érzi a hatását, vagy mit érez? Hát én 74 éves vagyok, és érzem. Nagyon jó, nem fáj semmim se. Úgyhogy nagyon jó a gerincnek, a kéznek, a lábnak, mindent megmozgat. A torna után filmklub szokta fogadni a résztvevőket, ahol a tagok nagyjából fele marad a mozgásélmény után kulturális élménnyel is feltöltődni. Elindultunk egy ilyen 15 részes részt, hogy hogyan alakult ki a Föld, mint bolygó. Földön a növényvilág, az élővilág, aztán a birodalmaknak a fénykorai és bukásai, és belementünk egy ilyen történelmi, művészettörténeti áttekintésbe, hogy az Egyiptomtól a Bizáncig, a római korig mindent kiszöröztünk, kihámoztunk, és 40-50 perces filmekkel. Filmklubba is jár? Igen, szoktam. És milyen filmet látott, és hogy tetszett? Hát, most azok, mert nagyon sok filmet láttam, de nagyon, nagyon tetszett a műsorom. Mit üzennek a kerületi nyugdíjasoknak? Hogy jöjjenek. Ne fásuljanak be, ne üljenek otthon, mert az nem jó. Üljenek társaságba, mozogjanak. Élet, erő, vidámság.